Eljött az utolsó csata ideje a férfi kosárlabda bajnokság közép szakaszában az Albafehérvár számára. Nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Németh Zoltánt hallják a Vodafone Sportcentrumban. A képi világ megteremtése pedig, hogy Begyeri Zoltán operatőr kollégám munkáját dicséri. Az Albafehérvár vendége a Kaposvár együttese, tiszta fehérben az Alba, tiszta kékben pedig a kaposvári gárda. A kérdés az lesz, hogy milyen helyeken fejezi be a két csapat majd a középszakaszt, és milyen pozícióból várhatja majd a rájátszást. Erre majd egy kicsit később részletesen kitérünk, most nézzük az est potenciális főszereplő jelöltjeit. Tiszta kékben, ahogy említettem, a Kaposvár a vendégeknél 4-essel Luis Hinant, 5-essel Benke Szilárd, 7-essel Hrivoje Pujko, 8-essel Fodor Márton, 9-essel Kovács Soma, 10-essel Branislav Jancsikin, 11-essel a kapitány, a volt alapjátékos Hendlein Roland, 12-essel Filipovics Márkó, 15-essel Drahos Gábor, 21-essel Horváth Márton, 23-assal Bennett Davis, és 33-assal Pap Péter, a vezetőedző Fekete Ádám. A találkozott a dr. Vig Péter, Szabó Gergő, Jakab László játékvezetői hármas dirigálja, az ellenőr pedig Balog László lesz, ami pedig az Albát illeti, 5-ös Szanati Mátyás, 6-osabb Braydon Hobbs, 7-essel Anthony Olá, 8-asra Jós Levente, 10-essel Ramon Múr, 11-essel Tóth Péter, 12-essel Somogyi Gergely, 13-assal a kapitány Tóth Norbert, 14-essel Kai Baron, 15-ösel Supola Zoltán, 21-essel Blaskovics László és 24-essel Timko Norbert, a vezetőedző Carlos Farade, segítői Raúl Rodriguez és Rudi Henrik. Ami a kezdő ötösöket illeti, a kaposváriaknál ott van a kezdőben Hinant, 23-assal Bennett Davis, ott van természetesen Hendlein, 8-as számmal Fodor Márton, illetve 7-essel Újkó. Ami az Albát illeti, Szanati, Somogyi, Hobbs, Tóth Norbert és Supola a kezdő ötösben is természetesen, ahogy láthattuk, vezet már is az Alba, egy remek labdaszerzés követően Braydon Hobbs talált be, megszerezve ezzel az első kosarat a meccsen. Ez nem volt jó dobás Hendleintől, lepattanót elhozták a fehérváriak, most azért támadhatnak, hogy jöjjön az előny, ez egy nagyon átlátszó megoldás volt, számított rá Davis, hogy le is tudta halászni a labdát. Fodor azonnal egy triplával próbál válaszolni, a lepattanót elüti Hendlein, és az ő kezéről megy ki, mondom én, de nem, Tóth Norbert kezéről megy ki. Indul a 24 másodperces támadóidő, 2-0-ás Alba vezetésnél egy perc telt el a meccsből. Ahogy említettem, a kérdés az, hogy milyen pozícióban fejezik be majd a felek. Itt a középszakaszt úgymond, hát meglátjuk majd, hogy milyen szerencsével járnak. Egyelőre még nagyon messze vagyunk a meccs végétől. Az egészen bizonyos, hogy az Alba számára van egy olyan opció, sőt nagyon sok olyan opció van, a meccsek alakulásának eredményétől függően, hogy a Kaposvárral találkozik majd a legjobb 8 között, és azt mondták a fehérvári játékosok, miközben Tóth Norbert dobja be, hogy ők igazából nem is bánnák, ha a Kaposvár lenne az ellenfél a négyed döntőben, mert a másik opció a Sopron, amely ellen nagyon nem megy mostanában az Albának. Abban az esetben, ha az Alba nyer most ezen a mérkőzésen, illetve a szintén most zajló Sopron-Kecskemét meccsen is a Sopron begyűjti a hazai győzelmet, és valljuk meg azért erre, mármint a két hazai sikerre, igen jó esély van, akkor viszont nem a Kaposvár lesz az Alba ellenfele, Hobbs második eladott labdája nagyon gyorsan. Továbbra sincs azonban egyenlőre kaposvári kosár, Fodor szedi össze, Davis áll bele, és ez bedobja. Szóval Alba Sopron lesz akkor, ha hazai győzelmek születnek, aztán minden más eredmény alakulása esetén jó eséllyel a Kaposvárral találkozik az Alba. Még az is lehet, hogy pálya előnnyel várhatja majd a meccset az Alba. Az egy érdekes szituáció, ahhoz az kell, hogy az Alba legalább 9-en nyerjen, és a Kecskemét is nyerjen Sopronban. Tehát még bármi lehet, az Alba lehet a negyedik, de lehet hatodik is, játszott a Kaposvárral, játszott a Sopronnal, majd a meccs vége felé azért már szűkülnek a lehetőségek, és akkor egészen biztosan sokkal okosabbak leszünk abban a tekintetben, hogy vajon a fehérváriakra milyen ellenfél vár. Mondom, még egyszer meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a meccs előre haladtával. Az biztos, hogy 6-2-re vezet az Alba 2,5 perc után a kaposváriak ellen. Tehát a jó kezdés azért szerencsére úgy tűnik, hogy megvan most hazai oldalon. Somogyi összette a labdát, aztán másodszor is összeszedi. Hobbs indul el, Fodor szabálytalankodik.
annyit minden esetre elmondhatunk bármire, hogy ezt, látják ezt a meccset, kedves nézők, már nagyjából tudnak mindent. Tehát akkor éljünk együtt az események alakulásával, időrendben, ugye itt most jelen pillanatban 6-2, miközben a Sopron otthon egy 10-2-vel kezdett a Kecskemét ellen. Tehát jelen pillanatban, ha így marad a két meccs, akkor az Alba a Sopronnal játszik majd a 8 között méghozzá pálya hátrányban. Ebben az esetben egyébként a Sopron lesz a harmadik, az Alba pedig a hatodik. Az kijön, és Supola nagyon nyújtózva összeszedi a lepattanót, Hendlejt sem tudta megzavarni. Supola, az elmúlt két hónap egyik legjobb Alba játékos, ami akkor is, ha ez most nincs bent. Mert gyakorlatilag egy gólpassznak felért, mert Somogyi bepöcizte közelről, 4 pontos Somogyi Gergely. Eddig hazai győzelmek ebben a szezonban, ebben a párosításban. Pinant áll bele, és jó is a dobása. 8-4. Érdekesen taktikázott egy picit Carlos Frade a meccs előtt, ugyanis a bemelegítés beöltözve végezte mind a 4 légiós. Na, Supi, lesz-e 3-as egyelőre? Nincs. Szóval mind a 4 légiós melegített, Humphrey is, hogy gyakorlatilag 10 perccel a meccs kezdete előtt dőlt el, illetve nem, szerintem már korábban eldőlt. És egy ilyen taktikai húzás volt, szóval 10 perccel a meccs vége előtt jött az a húzás, hogy akkor Humphrey neve kihúzva a listáról, Humphrey átöltözött melegítőbe, és ő nem játszik. Gondolom ezzel is próbálta megzavarni a kaposváriak felkészülését, hogy ne tudják mire készüljenek, hogy vajon kit hagy ki majd erre a meccsre a spanyol mester. 8-6 váratlanul egyenlítési lehetőség előtt a Kaposvár, a szép, volt egy lyuk a védekezésben, Somogyi első személyi hibája. A meccsen összességében ez a harmadik. Fejérányaktól Szalatinak volt egy és hármas csere az Albában. Jön Tóth Péter, jön Kai Barron és érkezik Ramon Moore. Lejön Szanati, lejön Somogyi és lejön Supola. Kezdő ötösből tehát maradt Tóth Norbert, illetve Kai Barron. Davis pedig a következő sikeres büntetővel 8-2-ről legára hozhatja a meccset a saját csapata szemszögéből. Közben az 5. percben 12-4-es Sopron Kecskemét meccs. Hát mondom, hogy nagyon messze van még a vége, hogy itt lehessen tudni, hogy ki ellen kell készülni. De a hármasok nem jönnek be, Múré is kifele jön a gyűrűről. Ah. Eladott labda, sajnos nagyon sok az eladott labda a fejvárjaknál csere közben. Hendlein és Fodor megy le. Kovács és Jancsikin érkezik. Szép. Pulykó lopta be, ezzel most már előny a Kaposvárnál. Az alapszakaszban egyébként az Alba hazai pályán 97-73-ra nyert a Kaposvár ellen, tehát viszonylag biztos siker. Hát lehet, hogy Tóth Norbi jobban járt volna, befordul és bedobja, na mindegy, szóval hazai pályán 97-73 a Kaposvár ellen. Kaposvár otthon 92-83-ra tudott nyerni az Alba ellen, ahogy említettem, hazai győzelmek azért eddig inkább javarészt. Míg most a rájátszásban 101-93 a Kaposvár javára, úgyhogy Pulyko fantasztikus meccset játszott ezen a találkozón, 27 pontot dobott, elképesztően jó teljesítmény nyújtott, 3 másodperc támadó idő, még egyel tovább Tóth Péter, ha bemegy 3-as, nem megy be, viszont zsákolja Kai Barron. Kicsit esetleges támadásból jól jött ki az Alba. Szóval azon a bizonyos kaposvári meccsen itt a középszakaszban Pulyko 27 pontot dobott.
13, 8 per 13-as tripla mutatóval, tehát 8-3-as süllyesztette, elképesztő teljesítmény nyújtott, és a hajrában nyerte meg a meccset csapatának. Kej Beron közben megint. Gyorsan 4 pontot összeszed az amerikai légiós, 12-10, 3-30 az első negyed vége előtt. Kenant, egyelőre nagyon megy a játék, nagyon keveset áll szerencsére, jó pörgős kis meccs. Azzal együtt természetesen nem mondhatjuk azt, hogy nincs tétje a találkozónak. Hiszen azért nem mindegy, hogy ki hányadik helyen végez, pálya előnnyel kezdi a rájátszás, vagy nem, ezek ilyen komoly téttel bírnak. Tehát igazából ugye a lényeg mindig az, hogy egy csapat eljusson a döntőig. Láttunk már olyat kosárlabdában, hogy a play-off a 8. helyen bejutó csapat bajnoki címet nyer. Pálya előny vagy pálya hátrány ide vagy oda. Hanem vagy a Pulykó belobja az első büntetőt, és ezzel 5 pontos csapat a legeredményesebbje. És egyenlíthet a másodikkal. Az Albában Beron és Somogyi 4-4 pontos. Hobbsnak, illetve Tóth Norbertnek 2-2 pontja van a vendégeknél. Davis 4 pontos, 6 pontos Pulykó, 2 pedig Kinant. Egyelőre a légiósok viszik a prémet. Hola! Volt egy nagyon jó periódusa ősszel, most tavasszal kevesebb, mert vállal én úgy érzem, mert kevesebb is jut neki. Handlein fog majd visszatérni a Kaposvárba. Jön is, Davis megy le. Tóth Péter dob 2-t majd, 12-12-nél. Mondom, a hazai pálya egyelőre itt meghatározó volt. Közben Sopronban 20-10 az állás. Támadó bizony, jöhet a fehérvári csapat. Tóth Péter. Drahost is csatába küldi majd a vendég kispadon. Fekete Ádám, szép. Kai Beron. Nagyon jól járt az Alba, pedig nem a legjobb statisztikákat teljesítette Lengyelországban, de itt nagyon jól játszik. Hú, pedig ez milyen szép kosár lett volna. Ramon Moore fordulhat. Most kellene gyorsan megjátszani. Még egyel tovább Olá, azt már el kell dobni. Oda nyomtak Olának, dobás közben, ez 2 büntető lesz. Jön Fodor és jön Drahos, Hinant jön le, és kijön le, lejön Pulykó. Olá pedig 2 dob majd, 14-12-nél, 2-20-szal a negyed vége előtt, a negyedik személyhiba a kaposváriaknál, és már a másodikat gyűjtötte Kovács Soma viszonylag gyorsan. Nem meghatározó ember a kaposváriaknál, Supola Zoltán azt mondta, hogy fontos lenne megfuttatni a Kaposvárt, hiszen azért kevesebben vannak, rövidebb a kispadjuk, és hogy fáradjanak el. Ez egyébként majd például a play-offban érdekes lehet, hogy mennyire tud. Olá elrontja mind a két büntetőt, nagy kár érte. Drahos teszi vissza Handleinek, triplára nem jó, lepattanó Moore ellen állhatatlanul leveszi. Kai Beron keresi a pozíciót Handlein mellett, és meg is találja. Jól játszik Beron, 8 pontnál tart a mezőny legeredményesebbje eddig. Egészen kiváló játék, 3 lepattanó is van mellette, és mezőnyből 100%-kal dob egy adott labda mellett. Ez kimondotta jó mérleg eddig. Ez jó labda. Szép, tripla, Kovács, mindjárt csak 1 pont a különbség.
jól van, elfelejtettük azt a két büntetőt, ami kimaradt az előbb. De nagyon fontos volt, hogy triplára triplával tudott felelni az Alba. Hál' Istennek Kujko nincs a pályán. Hoppá! Becsapta a labda íve a megpartanó labda olát. Drahos élet. Az utolsó percen belül járunk az első negyedben. 19-15-ös fejvári vezetés. Megint egy tripla kísérlet. Nem volt most szerencséje Jancsikinnak. Gyakorlatilag bentről jött ki az Albának. Ez remekül jött, hát a levő 28 másodpercből 16-ot támadhatnak. 4 pontos előnnyel. Ott Péter, Moore. Hú, de ott felejtették Kai Barront, egy zsákolás, jól jött ki. Rahos indul el, van még 7 másodperc a Kaposvárnak, 6 pontos fejvári vezetésnél. Rahos próbálja egyedül, nem jó. Az már megvan, Tóth Péter még eldobja. És majdnem behullik. 21-15, jól kezdett az Alba. Én azt mondom, voltak eladott labdák, tehát ennél rosszabb kezdés. Sose lássunk, 6 pontos vezetés, 1-4 után a Kaposvár ellen. 1-4-en vagyunk túl, de hogyha eljátszunk a gondolattal, hogy most fejeződnek be a meccsek, akkor a negyed döntőben Sopron-Alba-Fehérvár párosítás lenne, vagyis Sopron ellen pálya hátrányban kellene játszani a csapatnak. 21-15 itt az Albának, a Sopron közben 23-12-re vezet az első negyed után a Kecskemét ellen, és kimarad az első lehetőség a második negyedben. Drahos hozza. Fodor. 21-essel újember Horváth Márton. Nagyon fiatal játékos a kaposváriaknál. Kujko keres pozíciót. Szép, Baron! Messze a meccs legjobbja eddig. Moore. Juhos, ő sem volt még a pályán. Viszont ha már bent van, akkor bevág egy triplát. Jól van. Handley. Fodor, az övé kijön, Tóth Péter. Ha most betalál az Alba, akkor megvan a véletlenül fontos 10-es különbség, ami nem lenne rossz olá. Baron, emberrel együtt. Mi az, hogy megvan a 10, lehet 12 is. Azonnal küldi vissza pályára Davis-t és Hinnantot a Kaposvár. És leveszik Handleyt? Ajha. Csodálkozik, én úgy látom Handleyről is, hogy neki kellett lejönni. Érdekes döntés volt Fekete Ádámtól. Jó, persze. Gyakorlatilag 1 perc, 17 másodperc van a pályán a fiatal Horváth Márton. Lát azért 12 pontos hátránynál, amikor meg kellene fogni mondjuk egy rendületben lévő hazai csapatot, nem biztos, hogy Henleyről itt venném le. Davis. Hát őt küldeném be, az biztos. Juhasra fújnak egy személyi hibát. Az első. Fodor tovább. Nem volt jó, Kujko hármasa, ez nem baj. Kaposvárra 8-at vágott az Albának, igaz, hol 5-öt az utolsó negyedben. Hops. Kosárral kezdett, aztán két eladott labdával folytatta. Ahogyan óriási formában Kai Barron. 15 pontnál tart Kai Barron. Úgyhogy 7-7 a mezőnyből 1-1 a büntetővonalról, 3 lepattanó mellé. Egészen kiváló produkció tőle. Másik oldalon Davis ront, majd Fodor szabálytlankodik Hobbs-szal szemben.
29-15, majdnem a duplája. Erről elég sima, de ezt mondtam, hogy azért itt a hazai meccsek Kaposvár ellen kimondottan jól mennek, jól jönnek ki. Nem feltétlenül tragédia a Kaposvárnak, az sem, hogy kikapnak, mert akkor pálya előnyből a Kecskemétet kapják. Bennett Davis beszórja. Farag valamennyit a hátrányból. 12 pont most a különbség, Davis 6 pontos. Csupola megérezte a rést, visszahosztja Juhosnak. Nem volt meg most az összhang, Fodor. Hoppá, ő meg fejen dobja Davis, aki nem számított rá. Beront nem tudják megfogni elképesztő formában. Nem tudom, mi a terv vele kapcsolatban, hogy visszahozzák-e majd, ha várják a következő szezonra. Én egy ajánlatot biztos tennék neki. Elképesztő formában. Kaposvárnak szerencséje sincs, a fiatal horvát szed egy lepattanót. Kinant. Ő beszórja a triplát. 31-20 ezzel. De még így is viszonylag biztosan vezet az Alba. Olá! Ott a hármas. Hihetetlen gyengén védekezik néha a Kaposvár. Elképesztő üres járatokat mutatnak be. Sokszor teljesen szabad emberek maradnak. Davis elszórakozza, Hobbs. Hobbs megpróbálja egyedül befejezni. Csupol a kezére, olajom egyet, Hinant. Kettő dobás lesz. Első hibája Luis Hinantnak. És időt is kér a kapos, már nem csodálkozom rajta. 34-20, de lehet itt minden jobb is a különbség. 5,5 perc a nagy szünet előtt. Jós dobhat majd kettőt. Luis Hinant szabálytalansága után és az időkérés követően vissza is jött Handlein, a Kaposvárból fiatal horvátot vitte le, a vendégek mestere Fekete Ádám. Na nézzük Jóst. Az első kiszédül, marad 3 ponton Jóst Levi. Majd most. Az már jó. De is hozza, aztán kárdasztrál, de jött Tóth Norbert a helyére. Beronus pihenőt kapott, Somogyi van bent most centerben, az Albában. Szalati is bekerült Olá helyére. Antoni Olának nem indult jól a meccs, két büntetőt is kihagyott egymás után, talán viszont két sikeres triplát is láttunk tőle, Davis zsákol közben. Szalati. Pedig jó passz lett volnám. Somogyi került a földre, megbotlott ellenfel lábában, szabálytalanságot nem láttak a játékvezetők, érzésem szerint nem is volt. Davis. Az jó, Handlein. Csupolát látták szabálytalannak, az első személyi hibája lesz. És kettő dobhat majd Handlein. Egyelőre Handlein 0 ponton áll, ami azért nem rossz, és azt hiszem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a mostani 13 pontos különbség kialakuljon, hiszen a vendégek emblematikus figurájáról van szó. Eddigi egész pályafutását leszámítva két fehérvári szezon Kaposváron töltötte. Továbbra is 0 pontos Handlein. Ez már bent van.
4 perc 50 van a nagy szünetig, 35-23 az Alba javára a Kaposvár ellen. Csupola. Szanati, lassan dobni kell valakinek, kell keresni egy szabad ember. Szanati, nem volt jó, de el kellett dobni, aztán az előretett labda sem jó, Fodor. És kipaskolta szépen Hobbs Hendein elől. Nem tudott élni a gyors lerohanással a kaposvári csapat. Csere az Albában, Szanati le, Ramon Moore be. Kis szerencsével Bujkó megoldja, 8 pontos a vendégek legeredményesebb játékosa, az de nagy labda volt! Na, valaki azt paskolja már be, na, Ramon Moore! Csupra az olynak most nem volt szerencséje, kicsit szétszakadt a pálya, Somogyi. Óriási rohanás van a csapatok, Moore. Nem jó a dobása, viszont marad az Albánál a labda. 37-25-nél, 3-52-vel az első fél idő vége előtt. Hobbs. Nagyon vitatott figurája ennek az Albának, a szurkolók egy része szerint kiváló játékos és jól járt fel az Alba, a másik felük viszont azt mondja, hogy nem üti meg azt a szintet, amit itt Fehérváron meg kellene ütni egy légiósnak. És valahol egyébként mind a két félnek igaza van, én mindig úgy érzem, mert ilyen kettős érzésem Hobbs-szal kapcsolatban. Vannak zseniális dolgai, de vannak alapvető hiányosságai és hibái, amiket elkövet rendre, és nem is tanul belőle, úgy érzem. Csupola közben. Az első pontja Csupinak. Nem azt mondom, hogy ez a szezonbeli legjobb meccse eddig, de az elmúlt hónapokban igazi vezéregyéniség lett. Bedobja mind a két büntetőt. Bujko. Sipszó volt? Ja, Sipszó. Ramon Moore volt szabálytalan. Harmadik csapat személyük, még nincs dobás. Csere ellenben van. Benke Szilárd jön be. És Fodor megy le. Csupi kapta azt a hálás feladatot, hogy Bujkóra vigyázzon, és meg tudott lépni. 39-27, most állandósul között 12 pont körüli különbség. Moore. Jó, én akartam mondani, hogy erőkészítés nélkül dobta el, de jó volt a testcsel, elküldte Bujkót, aztán be is súvasztotta a triplát. Bujkó. Szeretne ő visszavágni, de nem dobja el, hanem a próbált Hendeinek adni egy paszt. Majd Bujkó szabálytalankodik, és mivel ez az ötödik csapat személyi kaposvári oldalon, ez most már két büntető lesz. Mérges is Bujkó, mert szerintem ezt benézte, azt hitte, hogy még lehet faltolni egyet. Tóth Norbi dobja. Kai Beron hosszú percek óta nincs a pályán, ezzel együtt is a legeredményesebb játékosa a meccsnek, annak a 17 pontjával, 100%-os mezői mutatóval. Jó, Hobbs, hát erre mondta, hogy vannak kiváló megoldásai. Csupola. Benke hozza el, Tóth Norbert mellett. Ó, de szerencséjük volt, beleütött Csupola, és pont így tette le Hendleinek. Hát persze nem így akart a Supi. 44-29. Az előny azért megnyugtató így is. Moore, de jó volt az induló csel.
Scott Norbert beleüt, Csupola szedi össze. Maradt 8 másodperc a támadó időből, megint ott hagyják Murt, tiszta dobóhelyzet, és be is dobja. Óriási védekezési hibák a kaposvári oldalon. Nem az első és nem a másodikat láttuk már. A Benkire játsszák ki, és a fiatal Benke bedobja. Hops. Utolsó két percen belül vagyunk az első fél időben. Mur. Nem tudom, Pulyko volt szabálytalan. A Pulyko akkor az nem rossz. Bizony, az Albának mert a harmadik személyi hibája Pulykónak. Mur dobhat kettőt, és le is fogja venni Pulykót majd. Fekete Ádám, Jancsikin jön. Ramon Mur, aki ősszel az Eurocup egyik legkiválóbb büntető dobója volt, azt hiszem talán egy rontott dobása volt az egész sorozatban, tehát ez 10 meccsről beszélünk. Pulyko helyére jött is Jancsikin, Ramon Mur pedig 10 pontos. És lement ő is, Tóth Péter a helyén. Davis. Hasonlóan biztos hazai vezetés Sopronban is. 38-24 az állás. Csupola. És odaért. Óriási hajrával Davis kiütötte. 14 másodperc a támadó időből. Marad az Albánál a labda. Tóth Norbi nem jön be a hármasra, a lepattanó Benkéjé, Hinant fordulhat. Hinant, becipeli, Jancsikin harcol ki két büntetőt. És időkérés is van. A büntető dobások előtt a személyi hiba Braydon Hobbs és az Alba kért időt, 1 perc, 2 másodperc a negyed vége előtt. Jancsikin két büntetőjével folytatódik a meccs, amely most már elérkezett egyértelműen a fél idő hajrájához. Az Albában Tóth Norbert, Tóth Péter, Somogyi, Hobbs, illetve Csupola a pályán. Nagyon flagmán dobta Jancsikin, meg is lett a bőtje a dolognak. Másodiknál már jobban figyelt. 49-33. Indul az utolsó perc. A cél pedig 50 fölé kerülni a dobott pontokat, illetően. Hops. Hops egy hármas. Nem megy be, nagyon előkészületlen. Ezt mondtam, tehát így nem dobunk hármast. Néha bejön, akkor nagyon örülünk neki. Boldogság, minden. De azért ne dobunk így hármasokat. Mert az ellenfél megkontrázza, és egy ilyen 2 plusz 1-es akciót simán végigvisz, mint például most. Handlein dobta be, és jöhet egy ráadás büntető. Tóth Norbert első személyi hibája. Érdekes, hogy az Albában még senkinek nincs egynél több személyi hibája, hogy a kipontozódástól nagyon nem kell félni eddig Fejvári oldalon. Pályára lépők közül eddig egyedül Baron, illetve Anthony Ollán nem kapott személyi hibát, tehát a többiek is csak egyet. 49-36, Somogyi, Hobbs, Tóth Norbert, 7 másodperc már csak a támadó idő, nincs könnyű dolga ott Handleinnel szemben, kosár nincs, de Handleinre ráfújnak egyet, hát ez most kicsit jó indulattal, én azt mondom. Handlein első hibája, Tóth Norbert dobhat, és akkor büntetőkből lehet meg majd. Az 50 pont, miközben csere, Somogyi helyére jön Juhos, és érkezik Szanati, Hops, megy le.
Jó, az elsőben van, 50-36, 21 másodperccel a negyed vége előtt. Ó, és kimarad a büntető, de a labdaszerzés megvan. Remek, átrevő időt most már végigjátszhatja az Alba. Szanatinak nem kell elkapkodnia, úgy kell kijátszani a végét, hogy nem nagyon legyen idő már válaszolni. Szépen mozog a Alba, próbálnak segíteni Szanatinak. Szanati teszi fel, nem túl jól, kinent leszedi, ellenben elfogy az idő. 50-36-tal zárul az első fél idő, 14 pontos fehérvári vezetés, ez kimondottan jó, ennél rosszabb félidőt ne lássunk, és akkor kellemes szájízzel búcsúztatunk a középszakasztól, és készülek majd az Alba a negyed döntőre a szünetben, tehát Alba Kaposvár 50-36. Jöhet a második félidő, tehát 14 pontos fehérvári vezetésről, és mindjárt egy labdaszerzéssel indul, ami szerencsére kimondottan jót tesz majd, reméljük, itt a fehérváriaknak. Meg is van az első kosár, Ramon Moore. Hoppá, Hinant. Hinant hiába mutatja, hogy hozzáért egy fehérvári. Játékvezetők hajthatatlanok. Mondom én, de aztán megbeszélik. Lewis Hinant ért hozzá utoljára, ez az együttes döntés, már ha, illetve még ha ő ezt nem is fogadja el. Na most már mondhatjuk, hogy jól kezdi a második félidőt is az Alba. Labdaszerzés, kosár, új labdaszerzés. Hops. Moore. Supola. Pulykó volt szabálytalan, ha jól láttam, és neki ez már a negyedik személyi hibája akkor Pulykónak. De nem cseréli egyelőre őt. Fekete Ádám. Supola dobhat. És közelíthet most már a 20 pont felé a különbség. Közelít is. A második nem jó, de lepattanót szed Kai Barron. Ah! Hopsz adja el megint. Kinent passza viszont nem jó Handleinnek, nem tudja megkaparítani, megfogni Handlein. Somogyi. Somogyi, á, nem jó a zsákolás. Davis. Az meg egy jó labdaszerzés, hihetetlen. Mi megy itt ezen a pályán? Jó, Somogyi zsákolja be. Szerintem leveszik Endleint megint a pályáról. Horváth Márton jön majd. Davis megszerzi a saját labdáját és be is dobja. 10 pontos Davis ezzel, Moore kéri a sarokban, most jött ki rá Pulykó. Megpróbálta Supola föltenni Jali Apra, Kai Barronnak, ez most nem jött be, igen, és Handlein jön le. Érkezik a helyére Horváth. Handlein pedig, hát nem nyugodt, na. Pulykó. Somogyi, Supola vele szemben. Pulykó, szépen tett tovább Hinant. Kicsit bonyolultan, de megoldják végül a kaposváriak. Lewis Hinant, a pont szerző, 55-40. A hetedik pontja volt Hinantnak. Közben eltelt a negyed. Első negyede, Somogyi. Onnan nem lehet már befordulni. Supola. Supola indul el és osztja ki Moore-nak, egy kicsit a háta mögé, de a dobóhelyzet így is összejön, lejön, és így lesz jó Kai Barronnak.
Somogyi veszekszik a játékvezetővel. Egyelőre csak ilyen, hát nevezzük szóbeli figyelmeztetésnek volt a reakció. Fodor. Bujko, na most kell vigyázni, hogy elkezdi a hármasokat dobni, nem kezdi el. Egyszer elkapja a fonalat, ő nagy fegyver a kaposvári repertoáron, ezt már megtapasztalhatta az Alba is. Horváth volt szabálytalan, második személyi hibája. Kai Barron dobhat majd, és elérheti a 20 pontot Kai Barron. 19 pont, 9-9-es mezői mutatóval Kai Barron neve mellett. Hozzá 7 lepattanó, 2 eladott labda, 1 szerzett labda, 2 kiharcolt falt, 13 perc alatt. A második büntető kijön. Tehát az első elrontott dobása az egy büntető lett. És most az egész meccsről beszélünk természetesen. Davis közben már. Elég nyakat a kert mozdulattal, Somogyi szed lepattanót, és dobja előre Moore-nak. Moore próbálja kihasználni a gyorsaságát, persze, hogy Barron fejezi be. A második hullámban érkezve nem volt embere, ezt reklamálta Fodor is, hogy miért nem figyelnek rá. Rengeteg hiányosság van most a kaposvári védekezésben ezen a meccsen. Hinant, egy tripla. Kettő per kettő a mutatója Hinnantnek a tripla vonalon kívülről. Hopsz, csak összegyűjti. Somogyi kijön a gyűrű tövéről, horváti a labda Hinnant. Csak bemutatta a passz Davis felé, eldob még egy hármas, ez most nem jó szerencsére. Moore. 3-2-ben Moore nem passzol, eldobja, jó. Kicsit átment az egész meccs egy ilyen streetballba. Olyan ad-hoc jelleggel jönnek a támadások mindegyik, mind másik oldalon. Kicsit tegyük tisztába az eredményt is, 62-43 az Albának. 19 pont az előny. Kinant. Eltökörögte. Túlpörgött egy kicsit Somogyi, ő jön le. Jön helyére Tóth Norbi. Braydon Hobbs helyében Tóth Péter. Moore. Hoppá. Így kaposvári kézről ment ki, nem is nyúlt hozzá Moore. Nem akarta megmenteni a tutira. Utazott. Hiszen így is az Albáj lett a labda, vagy maradt a labda. Csupola. Csupola indul el a darálóba, és bedobja, és nincs fal. Horváth elég keményen leütközte ott Csupolát, és Kai Barronra fújnak egy személyi hibát. Handlen jön vissza Horváth helyére. Jancsikin pedig Fodort váltja, Bujkót pedig továbbra is hagyják 4 személyi hibával a pályán. Lois Hinnant, az első jó. Hinnant, a második is jó. Moore. Barron. Az első elrontott mezőnydobás a Kai Barronnak. Vigyelni kell vissza, mert Handley már ott van és be is dobja az ígyszert. Továbbra sem kell pánikolni, 64-47. Barron, Jancsikin volt szabálytalan.
Jelencsikinek belefér az első hibája. Kettőt dobhat majd Kai Barron, aki 22 ponton áll. Az első dobás jó. És a másodikat is bedobja Kai Barron. 24 pontos. Most jön le Kai Barron és Jós a helyén. Kai Barron 24 pont és 9 lepattanó, egy lepattanó még és megvan a dupla duplája. Kinnan, de szépen vitte tovább. Elég támadói, vagy gyanús volt, támbelemenés volt. Juhos kapott egy elég nagy maflást ott. Most jön csak a támadáshoz. Tóth Péter. 8 másodperc támadóidő, Tóth Norbert. Juhos. Juhos úgy is van. És vérzik az óra Juhosnak, igen. Ezt mondtam, hogy elég keményet kapott ott. Somogyit küldik be, hogy elállítsák a vérzést Juhosnál. 6 pontos Juhos Levi. És mi a labda is véres lett, azt törölgetik. ...68-47, 21 pontos fejvári vezetés, hogy valami hihetetlenül nagy változás nem áll be a meccs menetében, ami az első perc óta azért megvan is jellemző. Akkor itt az Alba győzelemmel zárja a középszakasz, de hát ne kiabáljuk el, ez egy igen nagy a különbség. Ráfújják a büntetőt a faltott Pulykóra, teljes joggal, kézzel löktel, Sukolán, és Pulykó számára ezzel befejeződik a meccs. 15-össel Drahosan a helyére. Az ötödik személy hibáját is összegyűjtötte Pulykó. Hát ma nem alkotott annyira maradandót, mint a kaposvári meccsen szerencsére. 10 ponttal zár. Polák megüti meg. Tóth Norbi. Tóth. Mekkora harc a labdája, és Somogyi szerzi meg, lehúzzák róla, és ez így róla ment ki. Végül Hendlein szerezte meg azzal, hogy rápaskolta a labdát Somogyira. Kinant. Kijött az Alba, csak éppen nem maradt ember Hendleinnek. Kinant. Azt szépen kijátszák, de nem megy be, mondjuk a labdát megmenti Jancsikin. Közben Sopronban 52-38 az állás. Na szép! Somogyi villant egyet. Tóth Norbert könnyed észet, lepattanót, aztán eladja a fehérvári csapat. Hendlein zsákol egyet. Nem figyeltek most fehérmezesek. Tíz ponton Hendlein. Tóth Péter, pörög, forog, személyi hiba a kaposváriaknál. Kettő dobás lesz, 2 perc 34-el a vége előtt. A személyi hibát pedig Drahos kapta, ez volt az első. Tóth Péter dobhat majd, ő még nem talált be a mai meccsen. A pályára lépők közül a fehérvári oldalon nagyon kevesen vannak, akik nem dobtak kosarat most. Ezen változtathat Tóth Péter, ő is megszerezheti az elsőt, meg is szerzi. Jó a
a második is. Hendleintől próbáltak labdát lopni a fehérváriak, majdnem össze is jött. Fodor hagy a Drahosnak, Fodor. Fodor indul el, szép kosár. Jól látta meg a részt, hogy ott bizony el lehet bújni, és ki is használta. 70-49. Illetve 70-51, ezzel elnézést. Ha, ez nem volt jó passz most, túl erőből lőtte Hobbs. Fodor. Fodor megint csak egyedül fejezi be. Bemutatta a paszt Hendleit felé, aztán egyedül megoldotta szépen. Két kiváló dobást láttunk most Fodortól. Remek egyéni teljesítmények. Olá! Á, túl sok az eladott labda, vigyázni kell. Jó, Tóth Péter szerzi vissza. És most 4-1-ben jöhet az Alba. Hopps! Adják Tóth Péternek, szép. Carlos Frádelnak tetszett, de egy másodperc szóval már reklamált, hogy miért nem jönnek vissza tempósabban a fehérváriak Jancsikin. Ez nem lesz jó hármas, viszont Hendlein megszerzi. A kosár szerző pedig Kovács Soma. Mondom, nagyon átmentünk streetballba. 72-55. Még esetlegesek néha a támadások, mindegyik, mint másik oldalon. De azért az Alba biztosan őrzi az előnyét. Somogyi forgatta be Hendleint. Szerelést kell igazítani a Hendleinnek. Le is megy cserével, Horváth jön be. Az utolsó percen belül a harmadik negyedben. Volák is ilyen labdát szerez. Horváth. Drahos. Drahos passzába ütnek bele, de még megmentik a kaposváriak. Fodor. 10 másodperc támadó idejük van még. Fodor. Horváth. Összeszedi, de tovább tenni nem tudja, és Tóth Norbertre fújnak. Na, ezt minek ítélik meg? Nem, nincs dobás. Csak a második csapat személyi volt ebben a negyedben, Tóth Norbi. Az első olyan fejvári játékos, ki eléri a két személyi hibát, miközben a másik oldalon például Pulykó már nincs a pályán, ugye? Mert kipontozódott Horváth. Ezt nagyon erőből, izomból csapta rá a palánkra. Másodpercet támadhat az Alba, és utána 8 másodperce marad a Kaposvárnak, papíron persze. Attól függ, mennyit használ el a fejvári csapat. Tóth Péter dobja el az utolsó pillanatban, lejön a gyűrűről. Fodor indulna, és Tóth Norbert állítja meg. Négy egész két tized másodperc a negyedből. 74-55, Blaskovics jön be erre a 4 másodpercbe Tóth Norbert helyére. Jancsikin, hát meg lesz még, lehet a kosár, nem lesz meg. Leszedi Blaskovics a lepattanót, ezzel vége a negyednek. 19 pontos fehérvári vezetés, kellemes szituációból várhatjuk az utolsó felvonást. A 74-55-ről megy tovább a meccs, közben a Sopron 15 ponttal vezet a Kecskemét ellen, tehát jelenleg szerint a Sopron lesz majd a rájátszásban az Alba ellenfele. Most nagyon úgy tűnik, nagyon gyökeres változás kellene, hogy beálljon egyik, illetve a másik pályán is. Közben Tóth Péter egy egészen kiváló kosárral kezdi a második fél időt, szóval az utolsó negyedet, a válasz pedig jön Fodortól. Bejön gyönyörű kosár, nem jött be, így viszont Somogyi arcol két faltot.
Somogyi. Fodor. De szép hármas. Nagyon elkapta a fonalat Fodor. 9 pont. Az elmúlt percekben láttuk valamennyit. Moore még megmenti. Gyönyörű szép súlypont emelkedés. Az Ancsukola elcsúszik. Jöhet a Kaposvár. Cserél az alba. Visszajön Juhos. Somogyi helyére. Egy Baronnal alkotnak most ott párt majd. Palánk alatti pozíciókban. 77-60, 17 pontos fehérvári vezetés. Hozzáért valaki, azt mutatja a játékvezető. Marad a kaposváriaknál. Juhos próbált labdát szerezni, de csak az ember tarolta le. Az első személyi hiba a fejvári részről ebben a negyedben. Rahos még egyet tovább lövik, szép. Pontszerző ezúttal Kovács Soma. 7 pontnál tart. 15 az alba előnye. Még oda kell azért figyelni. Majdnem jó lett. Igen, magas ívű ármas lett volna. És nem volt elég hosszú. Drahos. Jó a kosár. És jött egy ráadás büntető is. A legjobb időkérés lesz. Az a jó oldalon bizony időt is kér az alba, mert most egy kicsit megindult a Kaposvár, még időben szeretné megfogni a vendégek feltámadását, Carlos Frade. Drahos ballag vissza majd szép lassan a büntető pontra, hiszen még pontra, vonalra, az egy másik sportág a pont, szóval a vonalra, hiszen még egy ráadás büntető dobhat majd, 77-64-nél 13 pontos fejvári vezetésnél. Bedobja Drahos. Tóth Péter. Tóth Péter, így jó lett volna, Byron kezéből kiesett. És a kaposváriak jöhetnek. Ez most nem jött be Fodornak, Tóth Péter a lepattanó, Moore robog mellette, Moore, a szabálytalankodó játékos pedig Jancsikin. 2 perc 17 van vissza, 12 pont az alba Fejvár előnye, ebből egyelőre ez a negyed egyértelmű a vendégeké. Ó, hát mik maradnak ki? Beron is viszonylag tiszta zicserben rontott. Megadják a 2 pontot Moore-nak, 16 pontos Ramon Moore. 79-65. Itt ezelőtt a kosár előtt 3-10 volt a negyed az albának, közben Moore szerez labdát, és zsákol egy nagyot. 18 ponton Ramon Moore. Visszaáll a világ rendje, 16-ra nő a különbség, 81-65. Drahos. Drahos indul el. Handline nem jó.
Még mindig nincs meg, aztán összeszedi Tóth Péter a lepattanót. Tóth Péter. Az egy érdekes passz volt. Lefújják lépésre. Mondjuk azt nem értem, hogy közben Kaposvári időkérés. Időt kér a Kaposvár 8-65-nél. Perc 22-vel a meccs végelőtt, 16 pontos fejvári vezetés, 81-65. Gyorsan játékba hozták a labdát a kaposváriak, Drahos futott egy tiszteletkört vele. Két 15-ös nagy csatája, Supola üldözi, és lépésével bizony. Supola egészen kiválóan védekezett vele szemben. Ez remek munka volt a fejváriak 15-ösétől. Tóth. Supola dobja át a túloldalra, Múr. Marad a labda a fehérváriaknál. Handlineről ment ki. Supola. Nem forgott túl jól a labda, nem lehetett triplát dobni. És lepattanó a vendégek, Éhinant. Marad a 81-65-ös fejvári előny. Hoppá, egy jó hármas, Kovács Soma. 10 pontos a fiatal játékos. Juhas, egy tripla kísérlet, ez lejön a gyűrűről. Hinant, lépés előnyben ment. A lepattanó Hinanté, és megadják a két pontot, és dobhat is Hinant. És ha bedobja, akkor 10 a különbség, hogy meleg lehet a vége. Jön Hobbs, és jön Tóth Norbert. Kai Baront és Ramon Moore-t veszik most le. És nem megy be a ráadás büntető, jó? Tóth Péter. Hoppá! Jó, most nem tudta megszerűíteni, jöhet megint a Kaposvár. A végére egy picit elfogyott a játék lendülete a hazai oldalon, és nagy gond legyen belőle a végén, még azért elég sok van hátra, 4 perc 51. Ezen Sopronban 65-50 a meccs. Úgyhogy szinte mondhatni, hogy eldőlni látszik a meccs 3 perccel a vége előtt. Handlein. Rahos. Rahos. Handleinek vissza. Ez dobni kell a lepattanó Tóth Norberté. Hopps. Supola. Tóth Norbert, gyakorlatilag a büntető vonalról egy gyönyörű dupla. Nagyon megint 13 az előny. Hinant. Hinant keveredik bele két ember közé. Hinant. Handlein. Nagyon jó volt most a védekezés ott. Nem tudott zárni Handlein. És jó a kosár Drahostól. És Tóth Péterre fújják rá a faltot. Sőt, nem is Tóth Péterre, Tóth Norbertre. Nem, Juhasra ráadásul. És a negyedik hibája Juhasnak. Hát akkor nem a Tótok voltak szabálytalanok, hanem Juhas. Drahos dobhatja ráadás büntetőt.
Ákos. Hops. És kijön a hármas. És Jósról megy ki. Tóth Norbert hiába mutatja, hogy hozzáért még Fodor. A játékvezető ezt nem fogadja el érvként. 83-73, jön a Kaposvár, 3 perc 42-vel a vége előtt. Úgyhogy már elvesztették Kuipot, és érdekes, hogy azóta játszanak igazán jól. Fodor, és kezd minden behullani. Meleg lehet a vége, kérem szépen. 83-75. Kell a kosár, nincs mese. Tóth Norbert vállalja a vezérszerepet, kapitányhoz méltó magabiztossággal. 85-75. Drahos próbál megint egy 2-1-et összehozni, hogy most nem jön össze, viszont szépen termeli a pontokat Drahos. Utolsó 3 percen belül Supola! Ott a tripla, ahogy kell, és amikor nagyon kell. Bravo! Fodorról remekül egy hármas. 88-77, Ramon Múr tér vissza a pályára. Tóth Péter megy le. És Hinant dobhat majd 2-t. Az Alba elérte az 5 csapat személyét. Bedobja. És bedobja a másodikat is Hinant. Cserekai Baron érkezik Jós helyére. Átlevő idő 2 perc 42, az állás 88-79 az Alba javára a Kaposvár ellen. Jó, Ramon Múr, megvan a 90 pont, Múrnak megvan a 20. Handlein fordult bele, Tóth Norbertre, és el is veszik tőle a labdát. Hops! És befejezi Braydon Hops. Időkérés a kaposvári oldalon, mert az Alba visszaszerezte 13 pontos előnyét. Braydon Hops 4 pontos, az állás pedig 92-79, 2 perc 13 másodperccel a vége előtt. Közben eldőlt, hogy Paksi győzelmi, a Szolnok nyerte a középszakaszt, úgyhogy jövő lesz a legjobb kiemelés majd a rájátszásban, a Paks a második. Itt még egyelőre megy a harc, de hát ilyen állás szerint úgy fest, hogy a fejvári csapat majd a Sopronnal játszik, miközben Drahos dob egy triplát 2 perccel a meccs vége előtt, 92-82. Hops! Supola. Úr kérné Kai Baron is, de ő volt szabálytalan most. És Kai Baronnak már megvan egyébként a dupla duplája, 24 pont és 11 lepattanó jelen pillanatban. Másfél perc a meccsből. Handlein, Hinant, szépen kijátszották tripla dobó lehetőségre, de a lepattanó Kai Baroni, akinek megvan a 12. is most már. Az támadó lesz, igen. Itt azt kell mondanom, igaza volt a játékvezetőnek, jó döntést hozott. Felvette már a pozíciót a kaposvári játékos. Nagyon támadják a játékvezetőket a fejvári szurkolók, de ez jogos, én is úgy éreztem, hogy itt most Ramon Múr volt a szabálytalankodó fél. Nagyobb baj, hogy Handleint ott felejtik a fehérváriak. Az volt a komolyabb probléma itt most. Hops, 92-84. Supola.
megjött a kaposvári szurkolók hangja, Tóth Norbert. Múrnak játsszák ki hármasra, Múr bedobja. Hát itt a csatlanos válasz. 23 pontos Múr az utolsó percre fordulva, 11 pontos fehérvári előny. Ezt nem hiszem, hogy el lehet már veszíteni. Kinnan dobja el nyakatakert pozícióból, Baron ütötte ki, marad a Kaposvárnál. Közben 74-57-re nyert a Sopron a Kecskemét ellen. És amennyiben itt nyer az Alba, akkor majd a Soproniakkal játszik, miközben Fodor dob egy triplát és időkérés 95-80. 7-nél, 8 pontos fejvári vezetésnél, 34 másodperccel a meccs vége előtt. Kettő csapat személyében a Kaposvárnak, tehát hiába szabálytalankodik, nem lesz büntetően, marad a labda az Albánál. Hopps! Most erre nem bazírozhatnak a Somogyiak. Hopps tartja a labdát, most már nyugodtan játszhat az idővel az Alba. Hopps! Múr, elcsúszik az embere, Múr bedobja, hihetetlen, 26 pontos Ramon Múr, és még egy időkérés, 98-87, Ramon Múr egészen elképesztőt játszik itt a végére, 26 pontjával most már ő a mezőny legeredményesebbje. A 98-87, 11 pont az Alba előnye, és Ramon Múr 26 pont, 6 lepattanó. Még a kaposváriak jönnek előre, de hát itt ez a meccs már eldőlt, pláne, hogy ki is lépett Louis Hinant oldalt. És még időkérés, ó, de hova? Szóval akkor még egy időkérés, 11 másodperccel a meccs vége előtt, ezúttal az Albától. Az Alba gyakorlatilag megnyerte már ezt a mérkőzést, mert a Sopron is nyert, mindez azt jelenti, hogy a negyed döntőkben az itt pályán levő csapatok közül a Kaposvár jobb kosárarányának köszönhetően hazai pályán, pálya előnyből. De hazai pályán kezdett és pálya előnyben játszott majd a Kecskemét ellen a négy közé jutásért. Ramon Múr rontotta ezt most el, aztán Hinant is elrontja, ez a dobás már nincs bent. De ami számunkra még fontosabb, az Alba-Fehérvár a 98-87-es győzelem után úgy készülhet, hogy a Sopronnal fog játszani majd a negyed döntőben a rájátszása során. A végeredménye búcsúzom Németh Zoltán, hallották, Megyeri Zoltán operatőr kollégám nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Alba-Fehérvár, Kaposvár 98-87, természetesen a rájátszásban is majd jövünk az Alba meccseivel. További szép estét, viszontlátásra, viszonthallásra.